Sziasztok! Hát azt se tudom, hogy hol kezdjem. De szerintem kezdjük ott, hogy miket szereztem. Fekete beltér műanyagok a Hondába. Ezek nagyon ritkák, akik hondás körökben otthon vannak, azok tudják, hogy ezek mennyire ritkák, és általában nem fekete, hanem ilyen szürke műanyagok szoktak lenni. Nekem ezek már eléggé kartosak, meg hát szürkék, és az ajtókárpitaim azok viszont feketék, és hát meg kéne csinálni, hogy fekete legyen a beltér. Ezeknek a műanyagoknak is menniük kell, ez törött is ráadásul. Ez nekem van a donorból szerencsére, igazából a donort szinte csak ezért a kettő darab műanyagért vettem meg, meg hát volt egy-két dolog a kasznin, ami kellett, meg hát ennyi. Na de viszont most nem is a műanyagok a lényegek, hanem a felnik, ugyanis most ez lett a nyári szettem, mert ezek a felnik, amiken ugye téli gumi van, mert ezek voltak az alufelnik, és hát a téli gumit már azért hanyagolni kéne így június, hát lassan közepén, úgyhogy ezeket sikerült beszereznem, az a nyári gumikkal, most oké, kozosak, mert esett az eső, sár volt meg minden. Nem öregek, semmi, ez a két hátsó viszont még egyszezonos, az elsők meg hát még attól függ, hogy mennyire hajtom őket, azok még kétszezonosak. De most a felnik, ugyanis nem tetszenek, hogy full feketék, de viszont elég szép rajta a festés, a peremén viszont annyira nem, ott egy kicsit meg van folyva. A pereme föl lesz csiszolva, és fehér perem lesz, mert hát azért a piros kasznihoz mégis jobban állt a fehér dolog, legalábbis ez az én véleményem, és hát az én autóm, úgyhogy ez most így lesz. Ennek a videónak igazából ez lesz a tartalma, de viszont, hogyha még ezen a hétvégén sikerül a műanyagokat kibontanom, akkor lehet, hogy azok a műanyagok be fognak kerülni, amiket most szereztem, illetve, hát miért van itt ez a két első gátló? Ugye a donorban úgy volt, hogy ez volt a vezető oldali, az első, és ezt pedig most vettem, mert ugye ez morogátló, az oké, de a rugó az legalább most egyforma, és ugye az egyforma rugókból egyformán lehet vágni. Előre mondom, hogy senki ne csinálja ezt, meg nem kell, nem szabad, de nem fogok most azért venni 20 ezerért ültető rugószettet, mert hogy mindenki azt mondja, hogy az ültető rugószett a jó. Ugyanolyan szar, mint a vágott rugó, maradjunk annyiban, az is lejjebb viszi, az is kiugorhat. Hát, ja, igazából. Nem fog sokat vágni, max így egy tányérnyit, vagy talán még ezt, de nagyon keveset fogok vágni, csak azért, hogy jobban nézzen ki egy kicsit a kocsi, mert hát így eléggé ez a felszálló rakéta feelingje van. Ez ott befér két macska, itt meg így egy fél. Úgyhogy, ja, most csináljuk a felniket, mert hát az lesz most a videó lényege. És úgy döntöttem, hogy csak ezt az egyet fogom fölvenni, ugyanis hát mind a négy ugyanez lesz. Alapozónak egy ilyen antirasztos barna színű alapozót használok. Igazából jó lenne valami más szín is, de legalább ez faszáról álló, és ez jót fog tenni a lemez felnőre. És hát meleg helyen kell tárolni, most ez így nem nehéz, így a 40 fokba, úgyhogy ja, és ránk is harangoznak, na mindegy. Föl lett csiszolva teljesen így a széle, fémtészerre nem csiszoltam, mert hát végül is minek. Eléggé jó lett rajta a festés, csak hát néhol meg volt folyva, azt rendesen kiszedtem belőle, meg stb. Úgyhogy ja, küldjük meg egy kis alapozóval. Most az első rétegnek nagyon-nagyon lájtosnak kell lennie, mivel az lesz a festésünknek a legalsó rétege, ezért nagyon ilyen, szinte át is látszik, sőt át is látszik a fekete még rajta, és nem szabad vastagon ráfújni, mert akkor le fog róla hámlani nagyon-nagyon idő előtt. Ez a leglényegesebb része szerintem a maszkoláson kívül az egész festési procedúrának. Ezt megvárjuk, hogy megszáradjon, egy, hát,
Én ilyenkor szoktam egy 5 percet várni minimum, mert ennek kell a legjobban rákötnie. Utána lehet egy kicsit vastagabb réteget ráfújni, és utána a végén egy normális fedőréteget ráfújni utána. Mármint hát az alapozóból. És majd utána jöhet a festék színe, de hát azoknak még jó sokat kell várni, hogy megszáradjon. Nos, amit látjátok, ez már egy durvább réteg. És ennek egy kicsit több idő is kell, mint az alaprétegnek. Utána meg egy ilyen végső, ilyen átnézős fújást kell rá csinálni, amiben megnézzük, hogy maradtak-e olyan helyek, ahova nem került alapozó, mivel onnan még könnyebben följön a festék. Nos, száradjon, ti meg vágás után már úgyis látjátok a következő réteget. Döntöttem végül, hogy szerintem ez lesz az utolsó réteg, ugyanis ez nagyon szépre sikerült, és véletlenül se szeretném megfolyatni. A másik meg az, hogy eléggé kezd fogyni a alapozó, úgyhogy erre már jöhet a fehér réteg. Nos, ez az első réteg a fehér színből, ezt is nagyon lájtosan kell fölfújni, ugyanis megint mondom, le fog pattogzani, hogyha nem lájtosan lesz fölfújva. Minél vékonyabb rétegekben kell fölfújni mindig a festéket, ez egy jó tipp szerintem, ugyanis akkor elkerülhető az orange peel, angolul fogalmazva, hogy így fölszakadozzon, illetve hát meg is mutatom, hogy mire gondolok. Itt ugyebár nekem ez gyönyörűségesen följött, ugyanis itt nagyon elsiettem már az este folyamán, amikor fújtam. Hogyha nem láttatok volna még a videót és kíváncsiak vagytok rá, akkor lenn lesz a leírásban. Amikor ezeket a felniket festettem, csak ugye most ezen téli gumi van, és hát azokat nyárgumival együtt szereztem, és azért lettek festve most ebben a videóban. Csak most eddig felraktam le ezeket, amíg festem őket, mert hát ja, itt a kis Simpson, ott a Babette, ott egy BMX-et, meg a Trabika. Nos, most, hogy megszáradt az első fehér réteg, jöhet rá a következő, és hát egy kis segítséget hoztam, mert így a festékból se száll bele az arcomba, mert nem szeretek maszkot viselni. Hogyha ti csináljátok otthon és bírjátok a maszkot, akkor mindenképpen vegyétek fel, mert jobb nem a tüdőbe kerülni a festéknek, illetve az orrjáratodba se jó, mivel utána még két napon keresztül fújott ki a festéket. Tapasztalat. És a ventilátor azért segít, maradjunk annyiban. Amíg viszont szárad a dolog, addig én megint csak rendet rakok, mert mindig csak szétbaszok mindent. Aztán ja, most viszont jöjjön rá a következő réteg. Vagyunk belebeszélni a copyrightos zenébe, most leszedem a maszkolást a közepéről, leportlanítom azt is, kompresszorral át lesz fújva, és utána kap egy jó kis lakos fedőréteget. Na csináljuk. Szerintem díjnyertesen néz ki. Most, hogy letisztítottuk vízzel szigorúan a közepét, ugyanis ugye fékpor, stb. Ilyenek rajta maradt, hiába is én már lepucoltam az egész művelet előtt. Most megkaphatja a lakréteget az egész, ugyanis nem szeretném mattul hagyni a közepét, úgyhogy mellette csillog a széle. Úgyhogy az egész megkapja a lakréteget, ugye a szélén még meghagytam a maszkolást, hogy a gumira ne menjen rá, mert károsíthatja a gumit, illetve a szelep is maradt lemaszkolva. Na, csináljuk! Nos, így egy hónappal később nagyjából, hogy már akartam vágni ezt a videót, én most vágom is. Realizálnom kellett, hogy a kamera az szinte semmit nem vett föl, ezért sincsenek a fújásokról, a csiszolásról, a maszkolásról semmi felvétel, csak ugye amikor közben belebeszélek, úgyhogy ezért is bocsi, de én felvettem, csak a kamera az, hát így nem tudom, letörölte magának. Aztán hát egy hónap után is teljesen szépen néznek ki. Most kicsit kozosak, mert tegnap azért mentem vele jó sokat, de azért még szerintem így is látszik, hogy eddig is szép eredményt értünk el. És hát azóta lett fotózás is, ide bevallok egy-két képet. Nos, hát ugye a fotózásra le kellett ültetni, úgyhogy lejjebb került, nem sokkal, de 3 centivel ahhoz képest, ami volt. Úgyhogy
nem olyan durva ütetés, éppen a gátlók nem tudnak kiugorni. Nem éppen, hanem egyáltalán nem tudnak kiugorni a gátlók. Úgyhogy ebből a szempontból jó. Nem akartam olyan durvát rá, mert életemet nem kockáztatom inkább, de mégis egy fokkal jobban néz ki. Arról a következő videó hamarosan ki fog jönni. Most azért is nem volt annyi videó, mivel nagyon sokat kellett dolgoznom, illetve hát dolgozok most is. Csak tesómkocsát is kellett csinálnom, meg gyűjtenem kell a lakatolásra is. Igen, gyűjtenem kell még a lakatolásra. Úgyhogy ja. De viszont, hogyha tetszett a videó, és tetszik új felni kinézete, akkor dobd rá egy lájkot. Hogyha többi videót szeretnél látni, akkor iratkozz fel. És a leírásban megtalálsz egy csomó jó linket, amire szerintem érdemes rákattintani. Sziasztok!